éves korom között nagyon bezárkóztam. A szüleim akkor váltak el. Én erre az időszakra nem igazán emlékszem. De akkor nagyon bezárkóztam, és elkezdtem enni egyre többet. Engem nagymamám nevelt többnyire, és itt nem nagyon volt kontroll, a feladat, hogy mit és mennyit eszem. És így 10-11 éves koromra felhíztam 93-4 kilóra, és ez elég durva volt, tehát akkor a magasságomhoz mért egy jó 40 kiló túlsúlyom volt. Én az evésbel folytottam mindig a bánatomat, az idegességemet, mindent. A későbbiekben volt, hogy szándékosan, hogyha valamit mondjuk hibát követtem el, rosszul csináltam, árontottam, akkor is volt, hogy azzal büntettem magam, hogy zabáltam. És tényleg eszméletlen mennyiségeket, tehát hogy én a tortának is nekiültem, szóval igen. 3 évvel ezelőttig az életem az arról szólt, hogy egyik edzésről a másikra, egyik edzőtől a másikhoz, ilyen sport, olyan diéta, ez az, amaz, gyógyszerek, táplálék, kiegészítők, minden, amit el tudtok képzelni. És azóta pedig minden nap azon dolgozom, hogy mind az étkezésem és mind az edzés is kiegyenlítődjön, egyensúly legyen benne, és hát jó, hogy ennek a dolgok. A leghálásabb az azért vagyok, hogy a mokorralakom van mindenképp. Ezt nagyon-nagyon szeretem magamon, valamint a szememet. De egyébként összességben mondjuk az arcomra is azt mondanám, hogy azt is szeretem, de a szemem színét mindenképp kiemelném. Ez a bőröm, ez mindig is, talán mondhatom, hogy mindig is a bőrömmel volt a probléma. Meg az, hogy az a kötőszövetem van, és a sok fogyás ízes megviseltem. A bőrérzékenységem is napi probléma, mindenben, szörtelenítésben, sminkben, mindennél előjön. A karom az, ami változtatnék, szintén a hízes miatt. Igen. Igazából a fákarommal van a problémám, hogy a bőröm itt jobban meg van ereszkedve, mint máshol. Én szemből kevésbé hátulról sokkal rosszabb, mert ott látszik, hogy itt is végig a bőr, mindenhol itt meg van nyúlva. Úgyhogy ez. Nem, ennél van csúnyább, igen, tudom, de engem ez zavar. Extra a külsőm, az jellemzőrem, de nem amiatt figyeltek fel, de általában mindig volt megjegyzés a testemre, a méretemre. Ugye elég magas vagyok, és emellé még azért húsi is, mert nekem ugyan nincs bajom, de az embereknek általában szokott. Az utóbbi években vettem észre azt, hogy ezek a mindenféle body positivity movementek, meg minden, ahogy elindult, és a modellek között is vannak már nem csontsoványok, így az emberek is kevésbé kritikusak. Még egy kicsit igen, a strandot azt még egy kicsit igen. Az így nehéz, mert ugye engem ruhában is sok negatív kritika ért az elmúlt években, és ezért az, hogy oda kimenni, hát én azért olyan vagyok, hogy bikiniből is azt tetszik, ami a tanga, meg a kicsi picike, és hát én felveszem a testemre, csak ez azért nem megszokott, hogy az ilyen kaliberű lányok vegyenek fel ilyen bikinit strandon, úgyhogy talán így ennek a kettősége. Tehát egyrészt a stresszben engem nem szoktak látni. A nehéz kérdés. Talán az, hogy hálás vagyok neki, hogy ezt a hosszú utat végigjárta velem, és igazából el tudtam érni, amit szeretnék, és békében tudunk nagyjából együtt lenni. És hogy minden nap ott van nekem, és hogyha nem is 100%-ban úgy nézek ki, ahogy szeretnék, akkor is hálás lehetek azért, amin van, és hogy ezzel dolgozhatok. Yeah.